A Magyar Tudomány Napját idén az Aeropolis Egyesület, a Polgármesteri Hivatal és a Házrezső Múzeum szervezte. November 7-e és 8-a között megtartott eseménysorozat kiemelkedő programpontja a szombati gálaest volt, ahol átadták az udvarhelyszéki tudományért díjat. A Városháza Szent István termében az ünnepséget a Riverenza régi zene együttes előadása nyitotta meg. A köszöntőbeszédekben elhangzott, az udvarhelyszéki tudományért díjat olyan személyiségeknek ítélik oda, akik munkásságukkal hozzájárultak az udvarhelyszéki tudományos élet fejlődéséhez. Miklós Zoltán, a Házrezső Múzeum igazgatója elmondta, a város kulturális intézményei olyan fiataloknak biztosítanak lehetőséget a kutatómunkára, akik az elkövetkező években akár el is nyerhetik ezt a megtisztelő kitüntetést. Fontos kiemelni, egy kisváros, az értékei azáltal, hogy díjazza a nagyelőket. Nagyelőt lehetnek itt közöttük, lehetnek, akik már ugye elmentek a városból, de dolgoznak annak érdekében, hogy a székely történelmi vonatkozásait, a népességgel, a városnak a történelmét, hogy a megfelelő módon a tudományos szalát tegyék, és összevehet is arra is, hogy vannak intézményei. És ezek az intézmények igazából termelnek kultúrát, termelnek. A jelenlévők egy portréfilmet tekinthettek meg a díjazottról, aki meghatottan vette át az elismerést, az oklevelet és a Sánta Csaba szobrász által készített kis plasztikát. Elekes Tibor elmondta, ez a kitüntetés erőt és bátorítást ad a folytatáshoz. Ennyi szépet jót elmondtak a munkásságomról. Mindezekkel kapcsolatosan az, hogy az ember a szülőföldjével foglalkozik, azt tanulmányozza, ez esetben földrajzi szempontból elsősorban, és azt a szülőföldje díjazza, szülővárosa, tágabb szülőföldje, én azt hiszem, hogy ez egy rendkívüli dolog, ami bátorítást ad a következő munkákhoz is. Elekes Tibor ma egyetemi docens a Miskolci Egyetemen. Székelyudvarhelyen született 1961-ben. A Benedekelek tanítóképzőben diplomázott, majd földrajz-francia szakos tanári oklevelet szerzett a Bábesbújai Tudományegyetemen. 1997-ig tanított a Székelyudvarhelyi Kóskároly szakközépiskolában, majd a Pécsi Tudományegyetem földrajztudományi intézetében doktorált. Fő szakterülete a természeti és társadalmi tényezők szerepe a közigazgatási változásokban, a település fejlődésben és az idegenforgalmi adottságokban. Több egyetemi jegyzet és szakmunka, erdélyi és székelyföldi témájú útikönyv szerzője és gondozója. Kapcsolata az erdélyi és a székelyföldi tudományos műhelyekkel ma is töretlen. Aktív résztvevője a Székelyföld három kötetesre tervezett monografikus leírásán dolgozó szakembercsoportnak is.